egy Monty Python idézettel kezdeném, és most következzen valami egészen más. Tehát, ahogy a tavalyi előadás sorozatban is én voltam az első, aki szakított a tengerrel, meg mindenféle távoli vidékekkel, most visszahozom az egészet ide Közép-Európa, és kifejezetten repülőgépekről lesz benne szó, illetve légi hadseregekről és légi flottákról. Én a Hadtörténeti Múzeumban dolgozom, és vannak témák, amik elől nem tudok kitérni. Tehát én első világháborús repülést kutatok, de időnként a parancsnoki láncolaton lejönnek olyan igények, amikor muszáj teljesíteni. És egy erdélyi felkérési, kézdivásárhelyi felkérésnek és konferenciának köszönhetően megkaptam ezt a feladatot, hogy augusztus 24-én, egy nappal a román szerepváltás után, kézdivásárhelyi előadás sorozat keretében, egy konferencia keretében beszéljünk témákról, és megkaptam a repülés részét. És azt hittem, hogy ez egy nagyon könnyed történet lesz, előveszek könyveket, fölkészülök, összevágok egy PPT-t, keresek képeket nagy rutinnal, és aztán hajrá, előadás lesz belőle. Aztán rá kellett jönnöm, hogy ez az a téma, amivel senki nem foglalkozott. Az első kérdés, ami fölmerült bennem a kutatás során, hogy de miért nem? Hiszen hát Észak-Erdély ekkor a Magyar Impérium alatt van, 1940-ben visszatért a Magyar Királyság területéhez, és rá kellett jönnöm, hogy azért, mert magyar repülőerők ebben a légiháborúban és ezen a területen nem vettek részt harci cselekményekben. Ugye amikor megszállják a németek Magyarországot 1944 márciusában, akkor a Tiszától keletre eső területeket az hadműveleti területté fogják nyilvánítani, és saját katonai irányítás alá vonják, és ez nyilván érinti az észak-erdélyi területeket, ahonnan a magyar hadvezetés szükségszerűségből fakadóan, tehát nem valamilyen duzzogásból, vagy politikai bosszúállás, katonai bosszúállás keretében, a maradék Kolozsváron állomásozó körülbelül egy vadász századnyi erővel rendelkező vadászrepülő századot, azt majd a 102-es légidandárhoz május végén, június elején elvezénylik, hogy megerősítsék a keleti fronton harcoló magyar repülőerőket. Ugye ez nem a 101-es honi légvédelemért felelős vadászerő. Az Erdély fölötti légiháború az az amerikai stratégiai szintű bombázásokkal veszi kezdetét, tehát nem augusztusi eseményekkel, augusztus végi eseményekkel, és ez Kolozsvár bombázása a Frentic hadművelet keretében kerül rá sor 1944. június 2-án. 15. légi hadseregnek, a Dél-Itáliában állomásozó 15. légi hadseregnek az 55. repülőezrede, bombázó repülőezrede hajtja végre. Jól látható a korabeli újságból kimetszett kis térképen, hogy ez a magyarországi és zömmel kelet-magyarországi közlekedési, vasúti közlekedési csomópontokat érintette, kifejezetten azzal a stratégiai céllal, hogy meggátolják a német hadsereg stratégiai erősítéseket és anyagi erősítéseket, a keleti frontra pumpáló erejét a Magyar Királyság területén keresztül, és ennek egy repülőerőinek egy része egyébként átrepült az országot egy szovjet területen leszállva, majd egy másik alkalommal repült vissza a légi hadseregéhez, és ennek a legészak-keletibb állomása volt Kolozsvár, ahol 73 darab B-24-es stratégiai bombázóval szórták meg a várost. És tudni kell, hogy Kolozsvárnak a légvédelme az nagyjából a nem létezett kategória viszonylatába sorolható. Néhány 8 cm-es légvédelmi ágyon és néhány légvédelmi gépágyon kívül a város nem védte semmi. Annyira, hogy amikor olvastam az amerikai légihadsereg jelentését a bombázásról, akkor konkrétan arról emlékeznek meg a pilóták, illetve a repülő személyzetek a jelentésekből, hogy semmiféle légvédelemmel nem találkoztak, holott tudjuk, hogy egyébként a város légvédelme tüzet nyitott rájuk, de ők olyan magasan repültek, hogy egyszerűen nem is észlelték ezeknek a légvédelmi eszközöknek a tüzét. Vadászvédelemmel pedig az egész út során egyetlen alkalommal nem találkoztak. Tehát a Balkánt átrepülve sem horvát területeken oda-vissza. Egyetlen egy repülőgépet veszítenek, ez az Adria fölött műszaki hibából fakadóan zuhan le, és hát a fényképek elárulják, hogy a jelentések szerint is kiváló eredménnyel elvégzett bombázás, aminek a célpontja egyébként a rendező pályaudvar volt, ami szerencsétlen módon régi vágású vasúti szervezésről van szó, a városnak majdnem a belsejében volt, ezért ez a 6 km hosszú és 600 méter szélesre meghirdetett sáv, amivel a vasúti pályát, illetve vasúti berendezéseket rombolni kellett, beleértve nyilván az állomás területét is. Azt nagyjából megszórták, és ebből rendesen kapott a városnak a belvárosa is. Iskolák, postahivatalok, lakóházak nagy mennyiségben
rombolódtak le 100%-osan, és iszonyatosan magas volt az emberveszteség is. Aztán sokáig nem történik igazából semmi Erdélyben, repülés szempontjából természetesen, viszont augusztus 23-án úgy alakul a katonai és politikai helyzet, hogy Románia szerepet vált, és egyik pillanatról a másikra meghirdeti, hogy akkor ő mostantól kezdve a szövetségesek oldalán fogja folytatni a háborút. Átengedik a szovjet csapatokat a vonalakon, és egyből jól szervezetten neki is esnek a Balkánon, illetve román területeken állomásozó harcoló, illetve mögöttes területeken átszervezés alatt álló német alakulatoknak. Ez érinti természetesen a Luftwaffe alakulatait is. Augusztus 24-én és 26-án egy ilyen hatalmas nagy kétségbeesett erőfeszítés indul német oldalról a tekintetben, hogy visszafoglalják Bukarestet és környékét, és onnan kiindulva majd esetleg egy ellenlökés keretében visszaszorítsák a szovjet erőket a Szeret és Prut folyók mögé. Ez sikertelen lesz, viszont egy iszonyatosan nagy légicsata alakul ki a város fölött a román és a német repülőerők között, ami nagyjából azt jelenti, hogy körülbelül ugyanazok a típusú repülőgépek lövik egymást nagy mennyiségben a légtérben. Viszont a szárazföldi ellencsapás, ami egyébként nagyrészt a Luftwaffe légvédelmi alakulataira épül, és egy septében összevont páncélos erőre, ez nyilván kudarcot val, hiszen a németek is nagyon effektív összpontosították a meglévő katonai erejüket Bukarest környékére. És innentől kezdve nem marad más lehetősége a Luftwaffe-nek, illetve hát nyilván a szárazföldi alakulatnak, és ahogy tudtak, és amilyen állapotban voltak, megpróbáltak minél hamarabb biztonságos területre kerülni, és ez Erdély területét jelentette. Két nagy gyűjtőrepülőteret jelölnek ki a Luftwaffe parancsnoka, ez a 4. légiflotta parancsnoksága, ez a területen illetékes legnagyobb német repülőszerveződés. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni a keleti frontnak a ukrán és belorusz frontok meccéspontját, a határvonalától le egészen Kréta szigetéig a 4. légiflotta parancsnoksága irányította a repülők életét. Tehát ők határozzák meg, hogy 100 Régen és 100 Budak területére kell összevonni a repülőcsapatokat. 100 Régen repülőterére lehetőség szerint a csatarepülőerőket, és 100 Budak repülőterére a vadászerőket, és különböző egyéb repülőterekre kerültek a közel, távol és bombázó alakulatok, amiket ki lehetett menteni Erdély területéről. Még egyszer találkozunk a 15. légi hadsereggel ebben a történetben, ez augusztus 31-én történik meg, amikor a 100 Régen repülőterére összevont körülbelül 130-140 német repülőgép ellen, illetve maga a repülőtér ellen alacsony támadásban az 52. vadászrepülő ezredük, bocsánat, tehát wingjük, ezredük, alacsony támadást hajt végre, 48-46 darab P-51-es Mustang repülőgéppel, úgy, hogy az idő szűkössége miatt a reptérnek a légvédelmét a németek nem tudták kiépíteni. Tehát a repülőgépek ott vannak, viszont a szárazföldi alakulatok, a műszaki egységek, a légvédelmi egységek, stb. Vagy még úton voltak Erdélyből, vagy még éppen csak kirakodás. A román területekről, Havasalföldről, Bukarest környékéről, vagy még éppen csak kirakodásban voltak. Egyébként 100 Régen azért is volt érzékeny terület, mert ez egy logisztikai központ is volt egyben, innen nagy mennyiségű hadianyagot és üzemanyagot pumpáltak szét a balkáni területen harcoló német alakulatokra, és ez egy nagyon effektív támadás lesz. Tehát ezekből a repülőgépekből német jelentések szerint 60-at semmisítenek meg, az amerikaiak a levegőből 90 repülőgépre teszik a földön megsemmisített repülőgépek számát. Ugye két úriembernek a nevét olvassuk, van egy Hans Ulrich Rüdel, alig ismert alezredes, aki a Schlagerschwader 2-esnek a parancsnoka, és az egész világháborút végigharcolja, Junkers 87-es Stuka pilótaként kezdi a karrierjét, majd pedig Junkers 87-eseken is folytatja, de már Focke-Wulf 190-es csatarepülőkkel is repül. Ő ezen a napon, igen, elfoglalt, több alkalommal is bevetéseket hajt végre az ojtozi szorosban támadó szovjet páncélos és egyéb erők ellen. És hát amikor repül vissza a 100 Régeni repülőtérre, harmad magával, bevetés után teljesen kiürült repülőgépet, tehát se benzin, se lőszer nincs már a repülőgépek, akkor azt tapasztalja, hogy ismeretlen repülőgépek nagy füstfelhő közepette alacsony támadásban dobálják le
a mindenféle földi út, és hát nagy rutinnal tudja, hogy ebből baj lesz. Úgyhogy egy nagyon gyors, rapid leszállást elrendelve, hiszen kitérő repülőtére sem volt már benzin a gépekben. Leteszi a gépet, ő az első, aki leszáll, hatalmas szerencséje van, ki tud ugrani a guruló repülőgépből, elszalad fedezékbe, a repülőgépét megsemmisítik, viszont a mögötte jövő társait azokat sorra leszedik. Az amerikaiak is. Benne van ebben a 90 repülőgépben az ő összes. Vagy hát 60 megsemmisült repülőgépben, körülbelül 60 megsemmisült repülőgépben az övék is. Viszont 100 Budakon szintén látják a 100 régen feletti füstfelhőket, ugye nem olyan nagy távolsága a két repülőtér egymástól, és fölszáll 6 darab Messerschmitt 109-essel Helmut Liebfert százados, aki maga is repülőász, és megtámadja az amerikai erőket. Bár szentül meg vannak győződve róla, egyébként szovjet vadászokkal fognak majd találkozni. Hát ez nem így történik, és a meglepetés erejével ugyan az első körben leszednek egy a P-51-es Mustangot, de aztán jól reagálnak az amerikaiak erre az egész történetre, és a felszálló 6 repülőgépből egyedül Helmut Liebfert lesz az, aki túléli ezt az egész történetet, illetve egy pilóta ejtőernyővel ugrik majd még ki nem messze 100 régen repülőterétől, az összes többi társuk sajnos a veszteség listára fog kerülni. Tehát egy ilyen egy az öthöz. Arányban sikerül az amerikaiaknak ezt a rajtaütést megnyerniük, és ők innentől kezdve föl is adják az erdélyi területet, ugyanis van a szovjet és a angol szász erők között egy megállapodás, hogy ahogy a szovjetek a harcászati szinten nyomulnak előre a keleti fronton, Közép-Európában az amerikaiak úgy helyezik át a stratégiai tevékenységüket szektorról szektorra, egyre nyugatabbra. Tehát amikor Erdélyben megindul a légiháború, akkor az amerikaiak már nem köpnek bele a szovjet levesbe, annál is inkább, hogy még véletlenül se kerüljön sor olyasmire, hogy szovjet és amerikai repülőgépek megkergetik egymást a levegőben, hiszen az egy elég komoly diplomáciai problémát okozhatna a két fél között. És akkor nézzük a résztvevő feleket, ugye a negyedik légiflotta alárendeltségébe tartozó első légihadtest lesz igazán érintett ebben a játékban. Ugye ez a német erő. Felsoroltam sok-sok alakulatot. Ők valóban mind Debrecentől 100 régen 100 Budakig fognak települni különböző repülőterekre, majd látunk erről térképet is. Ezeket magam rajzoltam, mert nem voltak ilyen repülő, vagy ilyen térképek, úgyhogy ha, és én nagyon gyorsan kellett őket megrajzolni, hogyha a minőségekért, meg néha az olvashatóságért elnézést kérek, majd segítek, hogyha valami nem tiszta benne. Amit itt el kell mondani, hogy nagyon jól hangzik, hogy az első légi hadtest itt van. Viszont itt egyetlen egy ezred szinten teljes egészében jelenlévő alakulatról beszélünk, ez a második csata repülőezred. Az összes többi alakulat egy-két század, esetleg egy-két osztályerővel van jelen, és van olyan ezred, aminek csak egyetlen egy százada van jelen a hadszíntéren. Én a 9. csata repülőezred 14. harckocsi elhárító Henschel 129-es gépekkel felszett százada, ami egyébként egy ilyen odüsszeiát csinál a Kelet-Magyarország és Észak-Erdélyi területeken, tehát szerintem nincs olyan település, ahol egy hetet ne állomásoztak volna nagyjából, és repülőtérrel rendelkezett. Tehát ahova szükség, kergette őket, és nagy mennyiségben szovjet páncélosokat lehetett szétküldeni a levegőből, ezeket odadobálták, és tényleg szinte követhetetlen. Tehát ha berajzolnánk egy ilyen, nem tudom, egy ilyen rettenetesen rendetlen EKG ábra rajzolódna ki előttünk. És ugye látszik, hogy a szállító repülőezredektől a csatarepülőezredekig nem lehet felsorolni egyetlen. Ja, és a 151. csatarepülőezred 15. századi egy átszervezés alatt lévő alakulat, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény magasságában, akik még a harcászatot éppen hogy csak tanulják ezeken a Henschel 129-es gépeken. Milyen gépekkel vannak fölszere? Ugye a vadász alakulatok, nem árulok el vele nagy titkot, 109-es, Gustav 6-os, vagy annál picivel modernebb változatokkal. A csatarepülőezredek zömmel Fokker Wulf 109-esekkel, illetve Junkers 87-es zuhanóbombázókkal. A harckocsi romboló, ez századok Henschel 129-esekkel. A közelfelderítők egyébként szintén Messer 109-es, csak felderítő változatban épült gépekkel. A távolfelderítők Junkers 88-asokkal. A bombázók pedig hát éppen aktuálisan elérhető és még meglévő, mert a legnagyobb veszteségeket egyébként ők szenvedik el hirtelennyében, állományokkal, Henkelekkel és Junkersekkel operálnak, Debrecen repülőteréről egyébként. A következő hadviselő fél, előre fogok mutatni, az 5. szovjet légi hadsereg alárendeltségébe tartozó első román légi hadtest, akiket nagyjából augusztus végén fognak a Bukarest utáni harcok után megszervezni, egy Emanuel Ionescu nevezetű repülőtábornoknak a parancsnoksága alatt.
Itt is jól néz ki, hogy mindenféle osztályokat fölírtam, és odaírtam, hogy milyen repülőgépekkel repültek. Itt látszik, hogy a 9. vadászrepülő osztály és a 5. bombázó osztály, valamint a 8. romboló osztály kivételével valójában ezek nem igazából nagy harcértéket képviselő erők, viszont a szovjetek lelkiismeret furdalás nélkül fogják majd őket beledobni a harcokba, és daráltatják lefelé a németekkel, illetve hát azért ők is darálják valamennyire a németeket. Amit még tudni kell, hogy nem túl nagy lelkesedéssel vetik bele magukat a szovjetek melletti harcba ezek a katonák, olyannyira, hogy a felderítő erőiknél több alkalommal is olvastam olyan jelentést a Vörös Hadseregnél, ahol mint az óvodásoknak ilyen szájba rágóan leírják, hogy a Vörös Hadsereg miképpen várja el a repülőerőktől a jelentéseket. Tehát, hogy le kéne írni, hogy hány darab harci járművet láttak valahol. Ezek pontosan hol helyezkedtek el, milyen irányba haladtak. Volt-e légvédelem, stb. Mert hogy nagyjából annyit írtak, hogy német és magyar erőket láttak itt és itt. És hát az hamar elmúlik, hogy azok ott voltak. És ugye a másik nagy probléma, hogy a szovjet repülők pár héttel korábban még ezek ellen a repülőgépek ellen harcoltak. És bár átfestik nyilván szeptember 6-a, 8-án kezdik majd őket bevetni a légiháborúban, átfestik a felségjeleket újra, a repülőgépek sziluettjét reflexzerűen támadják a szovjet pilóták, és konkrétan szintén 2-3 alkalommal le van írva, hogy a szovjet vörös hadsereg hőspilótáit felszólítjuk, hogy a továbbiakban a román repülőgépeket ne tekintsék ellenségnek, ne támadják, mert hogy rengeteg alkalommal a légvédelem, vagy pedig maga a repülőerő nyit tüzet a románokra, és okoz nekik egyébként meglehetősen súlyos veszteségeket néha. A szovjet 5. légihadsereg, itt ennyit soroltam föl, nyilván nem ennyiből állt. Ez körülbelül még 3 szlájdon keresztül lehetne folytatni, hogy ez hányféle alakulat, milyenféle módon. Rengeteg gárdavadászrepülő és gárdacsataróboló ezreddel, és hadtesttel és hadosztállyal a rendszerben. Összesen mint egy 1270 darab repülőgéppel, még ha azt veszük, hogy ebből általában csak 1000-1100 körül lehetett bevethető, akkor is papíron is legalább 2-2,5-szeres túlerőben vannak a gépek számát tekintve a német alakulatokkal szemben. Ha pedig az effektív bevethető repülőgépek számát nézzük, akkor ez esetenként, sőt általában vél 3-szoros túlerőt, esetenként 4, néhány szűkösebb napon akár 5-szörös túlerőt is jelenthetett. Ugye beszéltünk stratégiai szintű repülő támadásokról. A szovjetek harcászati szinten használták a légierejüket, és nyugodtan kijelenthetjük egyébként, hogy a németek is ebben a fázisban és ebben az időszakban már harcászati szinten vetik be a repülőgépeiket, ott, ahol szükség van rájuk, közvetlenül a vonalak előtt, nagyon kevés, nagyon-nagyon mögöttes beavatkozásra kerül sor. És hát a szovjet repülőerőknél, ugye a P-2-es bombázó, az IL-10-es csatarepülők és a JAK-5-ös vadászrepülők vannak a legnagyobb számban jelen ebben a bombázó erőben, illetve ugye még a Landleasingben kapott Boston típusú bombázók lesznek majd a szovjet bombázó alakulatoknál fontosabb szerephez juttatva. És hát akkor itt látható a helyzet szeptember 5-én, ugye nem sokkal azután, hogy megtörtént az átállás. Itt a repülőtereket láthatjuk, pirossal a szovjet, feketével a német és zölddel a román csoportosítások. Ugye látható, hogy ha egyszer megtalálom a lézert, hogy Balomir és Nagyszeben kistoronyi repülőtere, ami egyébként jelenleg is működő repülőtér, az, ahol a románok összevonják magukat, a felderítők és a vadászok Nagyszeben, a csatarepülők, bombázók Balomir környékén, és itt még a szovjet repülőerők nem nagyon vannak jelen Erdély közelében, ők ilyen szép kis berepüléseket hajtanak végre a Kárpátok fölött és Havasalföld területéről, és hát ugye látható, hogy Szászbudak, Szászrégen, illetve Debrecen a legnagyobb gyűjtő repülőterek, néhány repülőgép jut Kolozsvárra, egy csatarepülőosztály, éjszakai csatarepülőosztály gépeiből, illetve Marosvásárhelyen a közelfelderítők összpontosulnak még ebben az időszakban. És hogy hol fejtik ki ugye az első időszakban a repülő tevékenységet, ezt így megpróbáltam, hogy koncentráltan hol vannak repülőtámadások. Kap egy szovjet repülő bombázó támadást Nagyvárad, mint összpontosítási csomópont, és Kolozsvár, mint ugye logisztikai és vasúti központ, ugye ők folytatják a pusztítást. Marosvásárhely kiemelt célpont, Szászrégen természetesen amerikai szempontból, ugye elhangzott, hogy miért. A szorosok,
Ugye az Imesbüknél, Ojtozi szorosnál, illetve német rész, hogy a Vöröstoronyi szoros az, amit folyamatosan támadnak, illetve az onnan kivezető területek. Hiszen a harcok jelen, ebben az időszakban zömmel még itt folynak a Székely-medencében. Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda kiemelten fontos és több alkalommal támadott repülő célpont, hiszen ugye a szorosokban védekező német és magyar csapatokat lehetett a mögöttes területeken bántalmazni, illetve ugye a 6. hadseregnek és az 57. páncélos, azt hiszem 6 testnek, de ebben nem vagyok annyi otthon, majd a számvéver Norbi rám koppint, ha ezt elmondottam. Német 57. páncélos 6 testnek a mögöttes területe az, a visszavonulási körletek, illetve az odavezető utak, amiket folyamatosan rombolnak. Itt is vasutak, hidak, települések és maguk a csapatok a célpontok. Ez a 7. gárda csatarepülő hadosztálynak egy Ajnád melletti támadásának egy taktikai térképe, amit a Vörös Hadsereg iratanyagából sikerült kinyerni. Jól látható, hogy az Iltizesek milyen taktikával támadták egyébként a földi célpontokat. Ez egy meglepetés erejű történet volt, mert a vasútállomás volt az elsődleges és kiemelt célpont, aztán rájöttek, hogy légvédelmi egységektől kezdve páncélosokig itt minden található, és amíg volt lőszer, annyiszor csaptak rá a területre az Iltizesek. És tudni kell, az Iltizesek bevetése, hogy a 16-18 repülőgépes csoportokban vetették be őket, és ezek kaptak így általában vadászvédelmet is. Akkor voltak a legsebezhetőbbek, ha valami oknál fogva felbomlott a kötelék. És akkor ilyen egyesével, kettesével le tudták őket szedni a vadászok. Ha szorosan tudták tartani a köteléket, akkor nagyon-nagyon meg kellett gondolni, hogy és milyen irányból támadunk meg egy Iltizes köteléket. Kiemelt második helyzetünk Erdélyben, ez a szeptember 20-a körüli szituáció, ugye ez már az az időszak, amikor beindul a tordai ütközet eseményei, és itt már jól látható, hogy a szovjet vörös hadsereg is nagy mértékben fölfejlődik repülőerőivel, és a dél-erdélyi területre rengeteg repülő csapatot fognak bedobni, zömmel vadászrepülőket, de csatarepülőket is, és hát ugye ők két irányban több irányban gondolkodnak, mert közben itt lent Bulgária és román vagy szerb területekre is már zajlik az előre nyomulás, és ugye majd lassancskán áttevődik a harcok gócpontja ebbe az Arad Nagyvárad közötti területre, de ekkor még igazából ez a Kolozsvár, Torda, Gyulafehérvár környéki terület, ami a lényeges, és hát látjuk, hogy közben a német alakulatok hátra csúsznak, és a logika ugye azt diktálja, hogy ne egy-egy repülőtéren legyen sok repülőgép, mert az nagyon könnyen sebezhető, hanem azt fogják csinálni itt már a németek, amit a teljes magyarországi hadszíntéren csinálnak, hogy nagyon sok repülőtérre telepítik szét a csapatokat, tehát még a Schlagerschwader 2-esnek az összes osztálya, de néha század szinten más-más repülőtereken operálnak. És hát itt, ez csak így betettem ide, szintén egy szovjet térkép arról, hogy eddig az időszakig hányféle repülőteret sikerült felderíteniük a térségben, és ahol fekete a pötty, azokról fotófelderítés is van, méghozzá napra pontos. Az is látható, hogy őket nem nagyon érdekelték a területfelosztások, tehát minden határvonalat, ami úgy alapvetően azóta kialakult, ezt nagyrészt így kiemelték kézzel. És hát akkor ugye itt látszik, hogy ebben az időszakban a harcok, azok a repülőharcok és a legnagyobb légi tevékenység az itt zajlik. És fontos azt még megjegyezni, hogy ezt már azért szeptemberben befolyásolt az időjárás, nem minden nap lehetett repülni. Effektíve, illetve német oldalról nagyon sokszor volt benzinhiány. Tehát például, amikor megindul a tordai ütközet, akkor három, majdnem négy napig nem tudják fölemelni a Luftwaffe gépeit, mert egész egyszerűen nincsen repülő benzin. Tehát, hogy nem arról beszélgetünk, hogy sikerült-e meggátolni a szovjet-román repülőcsapatoknak a tevékenységét, hanem arról beszélünk, hogy egyébként alapvetően csak mutatólag van jelen a Luftwaffe éppen a levegőben. Amikor viszont felszállnak, akkor nagyon sok találkozóharc van. És ebben a találkozóharcban a legnagyobb veszteségeket egyébként a románok szenvedik el, akik nyugodtan kijelenthetjük, hogy október elejére olyan szinten leamortizálódik az állomány, 240 főt jelentenek le veszteségként október végéig a románok, hogy ki kell őket vonni az 5. Vörös Hadseregnek, az 5. Szovjet Légi Hadseregnek az állományából átszervezésre, és majd csak november elején, közepén fogják őket megint visszadobni a harcokba. Németek is nagy veszteségeket szenvednek egyébként, de hozzá kell tenni, hogy napi 130-140 bevetésről beszélünk, amikor minden rendelkezésre áll. És egyébként ezt a németek
egy viszonylag kis erővel hajtják végre. Az oroszok hasonló volumenben vetik be a repülőgépeiket, de napi egy bevetést repül egy pilóta. Hiszen van mit rotálniuk, a németeknek nincs ott, azért ebbe bele van, hogy valaki 5-6 bevetést repül ebben az időszakban. A szovjet 218. bombázó hadosztálynak egy bevetése látható a bevetési térképpel szeptember 30-áról. Parancsnok úr nyilvánvalóan Nikolaj Kosztantyidovics Romanov, nem tudom, hogy ezzel a névvel egyébként mennyire volt ildomos a Vörös Hadseregben, de magasra jutott, úgyhogy biztos nem voltak ilyen pejoratív problémái az úriembernek, és hát itt látható a Lend-Lease-ben kapott Boston bombázógép, jól láthatók az amerikai sorozatszám fönnmaradt, úgyhogy akkor se tagadhatták volna el az oroszok, ha akarják, hogy ezt a nyugati szövetségesektől kapták. És az utolsó szelvényünk, ez az október 10-e körüli történet, amikor Erdélyben nagyjából a végjátékhoz kerül a történet, jól látható, hogy a német alakulatok bizony-bizony áttevődtek a Duda-Tisza közére, annak is az északi részére, és már-már a Dunántúlra és Budapest környékére. És hát itt nem rajzoltam már hadműveleti térképet, de nyilvánvaló, hogy ez a terület az, ami a leginkább érintett harctevékenységben, valamint a, vagy kicsivel később még a nyíregyházi rakamazi terület, ahol kifejtik a tevékenységüket, és hát valamennyit szólt a veszteségekről, ez sokkal több kutatást igényelne. Tehát hozzáteszem, hogy az a néhány hét, ami rendelkezésre állt, meg plusz azóta, ami eltelt, és így tudtam vele foglalkozni egyéb más tevékenységeim közül, ez ilyen hozzávetőleges számokra. De a németeknek van egy viszonylag pontos, de a repülőgépekre levetített szeptemberi veszteségjelentés, ez összesen 90 darab repülőgépről szól, vagy így van, vagy nem, fogadjuk el. Ugye a románok repülőgép állománya, főleg az IR-80-asok tekintetében szinte a nullára redukálódik, a Messer 109-eseket, azokat elég jól megőrzik, és 240 fő személyi állományveszteséget jelentenek le szeptember végéig. A szovjetek 47 repülőgép elvesztését, illetve 40 fő halott, 59 fő eltűnt, és 27 fő sebesültet jelentenek le ebben az időszakban. Zárásként annyit hozzátennék, hogy ez... Tekintsünk el attól, hogy minden fél mindig kozmetikázza az eredményeket. A szovjetek azt tekintik biztosan veszteségnek, aki nem az ellenséges vonalak mögött, hanem az általuk uralt területen bizonyíthatóan lezuhant és elhunyt. Tehát a 59 fő eltűntből, akik nyilvánvalóan a front német-magyar területe mögött tűntek el a térképről, ők valószínűleg a későbbiekben veszteségként jelentkezhettek, hiszen ezeknek a pilótáknak a jelentős része valószínűleg nem hadifogolyként, hanem halottként került be a veszteség listára. Tehát nyugodtan számolhatunk úgy, hogy az a 40 főnyi halott, az lehet akár 90 is, 80-90 fő. És hát köszönöm szépen a figyelmüket. Ez minden.